Megjött hozzánk Kassa TV. Ha bazi nagy jacuzziban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. TV! TV! Kassa TV, Kassa TV. Ketteske. Be vagy. Be vagyok adva? Na most akkor. Kassa TV, Kassa TV. Elok, így van. Húzogatod itt, váltakozod? Hogy hol van? Nem. Hát az előtt... Ahogy lehajtottad, legalább... hát szóljál. Nem, ez a hírolvasó hölgyé volt. Ja. Aki szépen tagoltan beszélt bele, és ezt letettük, és én meg emebbe beszélek szépen tagoltam. Nem mersz ugyanabba? Nem, a vízi labdaválogatót. Jó, de csak mondani akartam, hogy rászorongtatok most egy picit erre, hogy szalad az idő? Úgy örültem, hogy martátok magatokat. Nagyon tetszett. Szoktunk erről beszélni, persze. Figyelj. Hát figyelj, hát ez van. Herevisszér tágulat és prostatavizsgálat, de már nincs más miről beszélni, csak erről, igen. Én amikor szállok ki az autóból, és egy ilyen 5 perc, mire hogy a gerincem úgy összeáll, és így kibírok egyenesedni, és akkor jövök rá, hogy végleg... Tata. Hát, hogy vége van valaminek. És valami elmúlt, igen. És így próbálsz úgy tenni, és az a baj, hogy egyébként, hogy belülről én még úgy érzem, hogy, tehát, hogy már 18-19, de belülről ti mennyik vagytok? Hát belülről... Jó kérdés. Mennyik vagytok? 25. 25-30, igen. Nem, elég jó állapotban vagyunk egyébként. Jó, annyira nem vagyunk jó állapotban, mint te, mert hogy ahogy így végignézek rajta, nekem 10 éves koromban volt ennyire izmos a testem. És... Te szemét láda. Kezdődik. Jó, hogy jöttél, mi? Ezt akartam mondani, hogy ma sem bírtam, vagy nem bírtam elaludni. Egy 10 éves gyerek testével rendelkezel, ez szerintem fantasztikus. Ne haragudj, az a rohadt genetika, mi TV? Hát te egyszer nem öregszel. Hogy mi csináljuk, hogyha egyszer, ez van, nem akartalak felizgatni, Jani, most ezzel, hogy a tini testemben. Jó, viszont találtam nektek valamit, mivel... Azért próbálok most nem beszélni arról, hogy hamarosan elutazom, mert nem akarom forgatni bennetek a kést, tudom, hogy hiányozni fogok. Esélyként megnéztem neked. De nem is azt, hogy tudom, hogy azért nem, hogy rajtatok eluralkodik majd a hiány. Mivel készültök egyébként arra, hogy túléljétek nélkülem a napokat? Van-e valami, kinek mi a stratégiája? Van-e ilyen? Ha persze, pezsgő, torta. Így van, én egy réten fogok ugrálni a nap felé, mesztelőről és szaladni. Egyszer csak élvezzük, hogy nem vagy itt. Annyi kölyök pezsgő még nálunk nem fogyott. De figyeljetek, hogy ha akarjátok egy picikét pótolni a hiányomat, akkor öleljetek meg valami szőröset, és nagyot. És akkor olyan, mintha ott lennék, jó? Jó. Viszont Laci, Léci, told le a gatya. De primitív vagy. Találtam valakit egyébként, aki azt gondolom, hogy ha akartok valakivel haverkodni, akkor találtam valakit, aki nálam is magasabb szintre emelte az arcoskodást. Tehát amíg te nem vagy? Amíg én nem vagyok, addig találtam nektek valakit. Balázsom, mert voltunk pókerezni. Magad aloztad Kárász Robertet? Így van, gyere be, Robi. Nem. Balázs, ami voltunk annak idején pókerezni, az annyit jelent, hogy én pókereztem, Balázs pedig egyfolytában ribály volt. Igen, mert ribály, újra, kiestem, zsetont vennék, igen, aztán hazamentem. Jó este volt. És találkoztam most egy úrral, nagyon imádom, hatalmas arc, állandóan ott van egy ilyen zsoké termetű csávó, és a következő van a bal, és nem olyan, a következő van a bal kézfejére tetoválva nagy betűkkel, de ilyen rohadt nagy betűkkel. András. Aha, hogy tudsz, hogy kell szólítani? András, ez nem lenne érdekes, ha egyébként ő nem András volna. Aha, de ő az. De ő András. Tehát az arcoskodás új szintre emelte, a bal kézfejére tetoválta a saját nevét. Biztosan biztos. De emelte, amit magát figyelmezteti? Tehát, igen. Hogy ő felejti el a saját nevét? Hogy hívnak? És lenéz a kezére, és tudja, hogy hívják. Lehet, be van rúgva, és akkor legalább tudja, hogy... Hova vigyék haza, vagy legalább hogy hívják? Vagy amikor meg lapot kérne, akkor ránéz a kezdés, András! Ne kér lapot! Igen. Egy ilyen felszólítás. Vagy nem lehet, hogy ő egy Zoli? Biztos tudod, hogy András? Vagy hát figyelj, egyelőre mindenki Andrásnak szólítja, de lehet, aha, csak félrevezet mindenki tetoválása. De finomnak tartom, nem? Ez nagyon jó, de ez nem olyan, mint a vércsoport. Ha baleset történik veled, akkor tudják, hogy milyen vércsoportra van szükséged, ha esetleg transzfúzió kell, és akkor ő meg eljut mindig egy olyan szintre, amikor már fekszik a földön arccal, és akkor... Ott van a kezemben! Ott van a kezemben! Vagy amikor rendelsz, akkor megjött a rendelése. András, hol van András? És amikor jelentkezik, akkor rögtön látszik a kezén, hogy András, hogy ő. Ha a kézfején van, akkor szemből pont nem látszik. Most nem. Csinálj 180 fokos vele? Na, és jelentkezik így. Hát, én. Jó, de egyébként a nevestet kók az minden
Balázs fotóz. Majd mennyi, mondjad közben, nem kell. Most nem azért vettem a pénz, hogy ne fotózom, tök jó a kamerát. Mondjad, de mondj, mondod. De neve, alapvetően nevested kukkal, hogy vagytok? Szóval a világ legnagyobb lúzerság. Szeretek Erzsi haver vagy János. Igen, akkor van baj, hogyha változik ugye a cucc. Igen. Hát egy Erzsi után jön a Mari. Igen. Akkor mit csinálsz? Hát azt csinálják, hát a... Szerintem ez nem csak ezért gáz, Feri. Tehát, hogy nem, nem csak a név, ez kellemetlen. Milyen? Az, hogy nevette tovább, az, hogy Erzsi. Tehát azért nem ne mondjuk, hogy csak csinálják. Azért kellemetlen, mert változik, hogy csak ez ciki. De nem mondd már, hogy egy forever Erzsók. Ne! Hagyjál már! Ugye, a szeretlek ica szerintem tök kellemetlen. Tehát egyszer kellemetlen. Miért? Az ica miatt, vagy a szeretlek miatt? Vagy a szeretlek ica? Az van. Mert nem, tehát miért? Mert szerintem ciki. Hát most miért? Te akkor miért nem te tovább? Hát most már. Mi, de nem az van, hogy nem az van, hogy szeretlek Józsi, vagy szeretlek hát Béka. Nem hát Józsi van egy miatt nem azt írtam fel. Na de nem az van, hogy szeretlek Ica, nem? Te nem az, hogy szeretlek Béka, nem ez van föl. Most hiába mondom. Hát akkor... Az igaz. Hát nem? Aha, mi van, nekem mi van a kezedben? De gondolkozom most karácsonyra. Neked a gyerekek neve, így. A párod neve. Igen. Hát ez nem ugyanaz, hogy szeretlek Erzsi. Hát akkor... Én mondjuk megmondom őszintén, hogy az első... Azt szerintem tök ciki. Az elkészített ciki. Az elsőprő túlerő miatt soha nem mondtam apámnak, hogy ez ciki, mert neki konkrétan ez volt a karja. Hülyeség. Illetve a másik az, hogy jó szerencsét. Hogy mi? Ica. Illetve, hogy szeret. Szeretlek Ica? Hát persze, mert édesanyámat Icának hívták, és szerette. Volt idő, amikor ez divat volt, szerintem ez már kevesen tetetik föl. Tehát ez 10-20 évvel ezelőtt, hogy szeretlek, nem tudom ki, ez most már szerintem kevésbé jó. Mondok még keményebbet, amiket velem esett meg, és elméletben jó kéne, hogy essen, de láttam már én férfin a saját dalszövegemet körbe a vállára tetoválva. Hűha, na az baj, az melyiket? Jó. A vallomásnak volt a te vagy a legszebb ajándék, amit valaha kaptam, de valaki másnál láttam, aki meg a nekem így jó tetováltatta föl, és adott nekem így jó. Ez beteg. Nem, de hogy ezek a szövegtetoválások, ezt valahogy nem érzem. Tehát eleve ezek a nevek... De ez nem megtiszteltetés neked, hogy valaki rajta egy 1600 és igen. Némi csillag? Nem minden némi csillag, te szemét látom, nem, minden csillag. Nemi. És azt a szöveget egyébként nem is én írtam most, adjál végként. Artin, Diramerján Artin. De jó. Tényleg. Ugye, a GPS Artin, azt nem én írtam, ne engem rúgjatok. Ez melyik szöveg? Ezer hold és némi csillag. Jó, nem némi csillag, te szemét. Csillag valahogy vissza, ezer hold és némi csillag, hulló csillag. Ez jön, ez a csillag, ez egy állandó motivum. A planetárium. Figyelj, ha nem ugrik be semmi, fölnézek, miről írjak? Puff, ott van, te este írok, mindig csillag. Tényleg a planetáriumban még nincs kint az arcod. Köszönjük azt a Tibinek. Igen, a folyamatos promóció. Nem, de hogy de az most a szövege egyébként... Mi a baj, hogy valaki kiválaszt magának egy mondatot, ami viszi őt az életen, és fölírja magát. Szerintem még az is jobb, mint a név. Tehát szerintem egy szövegben, ha megtalálsz valamit, és az neked szól valamiről, és az neked tetszik, vagy téged megérint, és az fölvaratod, az a semmi baj. De az a szeretlek Józsi, hát ez kicsit... Szóval név, meg tudod még a másik, amikor esemény, tehát hogy Love Mari 2000 Tihany. Hát, hogy ne felejts el. Hát 2001-ben már lehet, hogy Balatonfürdőn van, és Icával érted. Love Mari Tihany, tehát jó volt. És akkor még mellé egy horgony, és egy ilyen Popeye. Uh-huh. De most mi a gyereket születése? Például az is. Szerintem tök jó. De mit akarsz a gyerek születésével? Tehát magát egy ilyen szétett láb és egy ilyen kilógó fej. Az, így igen, a feleséget sunával. Én azt bírom. Tehát az, hogy például hogy 2009 vagy 2010 hogy... feltetováltatod, és mondjuk két gyereked van, és mind a kettő gyerekednek te beletetováltatod a nevét, szerintem az például egy helyes dolog. De nem elég, ha fölírod egy naplóba? Nem. Hát szerintem ránézel és tudod, hogy mi van. Hát viselsz magadon valamit, és neked fontos, az nekem például tetszik. Hát nekem nincs ilyenem, de én azt bírom. De ha neked fontos, akkor állítsál be a telefonon, hogy emlékeztetőt, hogy akkor volt, azt és akkor csipog minden évben. Hát akkor bármit te továltatsz, ezt rajzod le egy lapra, és akkor ott, tehát hogy ilyen én alapon... Én egyébként így gondolkodom a tetoválásról, tehát én annak idején volt egy filozófiám, hogy tehát én konkrétan, az nekem egyszerűen ilyen koszos érzést keltett, amikor valaki ezt láttam, de én nem akarok ebbe belemenni, mert ez messzire mutat, de... Azért ez menő is tud lenni. Igen, van, aki menő, de minden most, hogy kimondta erre a névre akartam rámenni, ez még nem a Bőki a csőröm, de nem akarom nagyon sarkítani, de nem hozunk rá egy ítéletet. De csak most mi a csajot hazamenne így beleírva, hogy Tibi? Azonnal szakítás. Nem, mondom. Miért? Hát az örök szerelme neve. Azért, mert engem szólítson felségnek, vagy fenséges uramnak? Atya úr. És ha talán jó lesz, egy kicsit pihentetjük ezt a robotot, tetováltatna magára. Micsoda? Egy Berecki Zoli dalszöveget tetováltatna magára. Kerek egész, bárhova mész, azonnali szakítás. Ez a Berecki Zoli szöveg. Úgyhogy a némi csillagért engem ne is ízzétek, mert ott is vannak azért, nem?
Na, jó, Balázs, mondasz rá, ez még nem a böki, de ítélkezünk? Most ne legyen már két nem. böki, hagyjad. Nem, mert akkor legyen, ez még annyi se volt, hogy ítélkezzek. Mi? Ez már az itt. Ez már még nem az volt, de hát azért, hogy ha már így kiálltál. Ja, nem, hát ez nem, erre nem hozunk ítéletet. Hát mi az, ami böki a csőröd? Van valami, hát, ami böki a csőröd? Nézd, nem az elsumákolt ítélet, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Az a baj, közben jönnek az SMS-ek, ezúton is szeretnék elnézést kérni a budapesti alvilág azon tagjaitól, akik tetőtől talpig tetoválva vannak, és a barátok. Igen. Srácok, nyilvánvalóan azok a portások, azok mind azok kivételt képeznek. Figyeljetek, nagyon jó bökim van. Na. Ha ezt nem adjátok meg, de nem menekülj már, mondd el. De ne hozz előre ítéletet, mondd el, majd mi döntünk. De nem mentegetőzz ezt... már előre, vagy hype-old úgy, hogy ha de. Ezt nem adjátok meg. Hát már fele pont, hogy ezt már elkezded így mondani. Már, azonnal. Már újra kezdve, adva a szignáltam. Na, ülsz egy étteremben, vagy bárhol, mert ez megint egyébként egy pókertermes élmény, olyan, mint hogyha valami függő lennék. Eszel, iszol, kim van előtted az italod? Ki van számolva, hogy abban van benne jég, és még mondjuk van egy két kortyocska benne. Ha? Ekkor érkezik a pincér, aki úgy ítéli meg, hogy az a pohár már lejátszott, és benne a te kis két kis kiszámolt kortyoddal, paf, jelpakolja előled. Mert ő úgy döntött, hogy az már valószínűleg nem ital. Úgyhogy abban még simán neked a kis kiszámolt kajáthoz meghagyott kis két kis kortyocskát benne van, és ő szépen lerámolja előtted. Szóljál neki, hogy ne haragudj, ne vidd el, mert még van benne. Nem mindig látod, van, amikor beszélget, és jön, és rutinszerűen szépen pakolászik, és van a pincérekben van egy ilyen kényszeres elpakolás, és biztos, hogy látjátok ti is, hogy kényszeresen rámol le előled. Hát tetováltos rá kezelő, hogy na takarodó, és akkor felemele. Ne vidd el! Egy picikét objektíven gyertek ebbe velem. Tehát ott van mondjuk, egy konkrétan ez egy ízé volt, egy Bacardit ittam jéggel. Kit érdekel, hogy mit ittál? Egy nagyon finom Bacardit ittam jéggel. Na most még egyszer elmondom. És konkrétan volt még benne, az még két nagyon jó kiszámolt korty volt benne, és ő úgy ítélte meg, hogy az már csak olvadék. Aha. Az már csak jégolvadék, és akkor szépen fogta, és elvitte. És akkor ilyenkor már jogorvoslatta ugye nem tudsz élni. A bizonyítást téged ter. De tényleg az a 100 forint idegesít, ami na most álljál le. Na most álljatok le. Ugye? Hát ne, nem érci. Ti rovatgyilkosok. Nem vagyunk rovatgyilkosok, de hát szegény végzi a munkáját. Nem. Ha nyerő szériád lett volna, nem zavarna. De nem volt. Ez nem. Ez igenis egy idegesítő dolog, amikor a pincér elviszi úgy az italodat, hogy még abban volt, te tudod, emlékszel rá, hogy abban még volt egy korty. Aha. Engem idegesít, mert ne vigyel. A hanyadik után emlékeztél. De nem csak az alkoholnál idegesít, általában idegesít. Aha. Tehát a teádat, ha elviszik, az is idegesít. Minden idegesít. Tehát, hogyha még van benne, és nem kérdezi meg, és milliószor volt már velem, ha veletek nem volt, ilyen szerencsés emberek vagytok, most már nem is érdekel, mert már látom, merre visztek, már nem is érdekel. Balázs? Van benne valami, amit mondasz, nem sok. De nem az utolsó kori zavar, nem maga a mennyiség, hanem inkább a figyelmetlenség, hogy ő figyelje azt, hogy te megittad-e, vagy az a pohár üresen, nem az, hogy te most sajnálod azt a 100 forintot, hanem hogy ő nem veszi a fáradtságot, hogy megnézze, hogy a pohárban van valamennyi, és te arra az egykortra még számítottál. Egyébként én is tudok rajta bosszankodni, de most nem azért, mert újat kell kérni, hanem mert azt te beosztottad. Így van. És még emlékszel rá, hogy ott még neked volt három. Van. Pontos kicsi kis kortyocskád, és ugye azt úgy lekapja, abból azt érzed, hogy neki kicsit egyébként mindegy, hogy te megitted, nem itted meg, tehát nem figyel rád elég inkább. Ez a bosszantó benne, nem olyat, maga a három korty. Olyat is értem. Láttam a folyamatot is én már, amikor fölemelte, így megrázogatta, igen. És azt mondta, hát ez, és úgy, ő úgy értékelte, hogy ezt még le akarod húzni, majd visszarakta. De egyébként ezt le tudod mérni, ez baromi egyszerű, mert mindenki, akit ez zavar most az országban, az kezdjen el dudálni. Te jó ég, mi ez a hangzavar? Hogy nem csend van? Hogy nem csend van? Megbénult az ország. De ugyanez ételnél is zavar? Tehát, hogy itt tudom, én nem fejezted be az ételt, és akkor van még két kanál velős pacal a tányérodban, és a harmadik kanállal éppen eszed ki az öletből, mert lehetted magad. És igen, én az ölemből eszed ki szemétlen. És odaér a pincér, elviszi. Nézd meg! Hagyjad már! Oda néz! Csak most ért ide a hang. A velős pacal, hogy megmozgat őket? Veletek vagyom! Haladunk-e? Aha.
Őt is zavarja. Én egészen biztos, ez egy apró dolog, de apró dolgokkal kell jobbá tenni a világot. Igenis fontos most, ahogy a hallják pincérek, a vendéglátásban dolgozók, minden egy jeges italba még simán lehetnek kiszámolt két kortyok, amit nem... Ez lopás! Na ez jó, köztörvényes bűn. Igen, és akkor mindegyik és lop, a lopás bűncselekmény, a bűncselekmény, akkor vele. Nekik a sitten van a helye. A sitten a helye, aki ellopja a maradék két korty kólámat. Sitten valamennyi van benne, amit mondasz. Valamennyire meg tudom adni. Valamennyi a sitten a helye. Valamennyire meg tudom adni. De nem max. Dehogy is. Kettes szintű csörgökés. Na, az is szép. Ezért jó, kár ez. Volt ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass így minket. Amikor a szignálot szólt, még azt sem tudtad, hogy mi fogja bőtni a csőre, de ezt szerintem nem rossz. Figyelj. Ahhoz képest, hogy improvizáltál, nem rossz. Ne. Ide figyeljél. Most el kell mondjam, tényleg hülyén állt a hajad, és többet készültem erre a megszólalásra, mint az egész hétre. Azt nem tettek, hogy ennyi jött ki belőle. Tudod, hogy objektíven próbálok pontozni, de ez van benne valami, tényleg tudja az embert idegesíteni. Nem tudtam hármas szintűre adni, egy kettessel menjünk át rajta és felejtsük el. Bár, hogy hallgattam, én csináltam ezeket az ítélet szignálokat, hogy hallgattam, ez a kettes megalázóbb, mint az egyes. Egyébként igen, hát, nem? Igen. A kettes sokkal rosszabb. Korán felkelne, megadjuk, hogy ne jó, most egy. Szerintem a hármas és az egyes jobb. Esküszöm, csinálok jövőre egy ilyen megértőbbet, hogy nem rossz, nem rossz, jó volt, ez az, jövő héten majd jobb lesz. Aha, mi vagyunk a rosszak, tehát kicsit rátoktolom, jó, jövőre ezt újra szignálozzuk valahogy, hogyha egyetlen ez marad. Igen, csak írják közben, fiúk, a Dózsa György úton ment a dudálás. Imádlak titeket, hülyék, a keletiről majdnem meglincseltek, amiért dudáltam. Miki küldte nekünk. Figyelj, ez mondta. Jó, de azért, mert elébb lépett egy gyalogos. Nem, gyerekek, higgyétek el, ez egy nagyon komoly, az egész országot érintő probléma, sitre velük. Figyelj, annyira megmozgatod az egész országot, hogy lehet, hogy ebből holnap lesz egy szöveg a Spotban. Kassa Tibor megdudáltatta az egész országot, mikor bebizonyította, hogy közügy, hogyha a pincének elviszi az utolsó két kortpiát a pókerasztal mellől. Igen, Vegeta, ha több kell az átlagosnál. Nem hiszem el. Igen. Nagyon jó hozzá. Figyelj, hát 9:30 van is. Kezdek arra gondolni, hogy így az utolsó adásod, mert jövő héten már ugye nem vagy. Illetve vagyok, csak máshol, tehát hogy ne vagyis máshol, igen. Hogy talán arra kell gondolnunk, hogy nincs témád. De van! Dudának még? Nem. Hát nyilván. Most ez most estig ez lesz. Közben jelentsék egyébként Balázsnak az ország melyik területein dudálnak, mert nekem fontos, hogy az ország belünk van ebben a közügyben. Tájföldre utazott a nép. Tájföldre menekült a népharag elő. Találtam egy cikket, ami nagyon tetszett, mert egy kicsit kiforgatja azt, amiben mi hiszünk. Ugye nekünk van egy képünk arról, hogy mik számítanak igazán férfias, dögös dolgoknak szerintünk. És a nők szemével kicsit kiforgatták, és elmondták, hogy mennyire rohadtul nem dögös és férfias az, amiben mi nagyon hiszünk, hogy az. És ezt egy ilyen ötös listába szedték, mi meg majd kibővítjük, és nyilván női hallgatók még írhatnak, hogy mik azok a dolgok, amikkel palik nagyon villognak, és nagyon kellemetlen. És amit nagyon férfiasnak hiszünk. Tehát mi azt gondoljuk, hogy az izomtrikó izzadság, szétkent olaj a hamlokodon, az férfias. Én mondom neked. Szerint nem. Tehát itt van például, tehát hogy konkrétan ugye minden pali megy be, emelgeti az ilyen középkategóriás családi autóknak a súlyát, gyúrja föl magát, és ezeket a Hulk testalkatokat gyártják le maguknak, és ez állítólag egyébként a nőknek baromira nem tetszik. Uh-huh. Tehát ez egy kimutatás szerint, ez az első helyen van, amire azt mondja egy nő, hogy ilyen palit ne. De ezt mindig a füledbe is suttogják, hogy lesz. Tibi, úgy szeretem, hogy te se jársz ülőterembe. Így van. Tibi, ne hidd el. Bontású képekre gondolok. De állítólag tényleg, tehát hogy én ezt hozzáteszem, hogy amit ez a kimutatás mond, azt én tudom hozni egyébként, majd látni fogjátok, kicsit hazabeszélek benne, de hogy állítólag tényleg nem, tehát hogy ezt a Hulk testalkatot kimondottan herótozzák a nők, ezt abszolút nem várják el. Sokkal jobban érdekli őket szerintem, hogy tudsz-e nekik csinálni egy normális fotóportfóliót, vagy sem. De Anna, gyere be, mert itt most mi meggumáljuk a nőket, nők sokkal. Nélkül azért ez egy elég érdekes. Gyere, Anna. Én, ha tehetném, fotós lennék. Ha tehetném, én is. Hulk-test. Pont ezt akartam írni, amit hogy? Mondtál. Pont ezt akartam írni, hogy most minden olyan pont lesz, ami rólad szól. Tibor, mi a kettes pont, Tibor? De most tök őszintén. Tehát, hogy inkább, Anna, itt vagy. Igen. Inkább egy ilyen mackós testalkatú, nagyon-nagyon jó humorú, jó illatú, kreatív, orbitális méretű. Tehát, hogy neked fontos például. A mackók csak a téli álom előtt néznek ki, ugye, hogy te.
utána felkelnek és ledolgozzák. Érte, utána figyelj, pedig tök szikárak és izmosak. Hogy az Anna felé vagyok fordulva. Ja, hagyjuk Annát, hátulról... hagyjuk Annát válaszolni. Csak na, hogy mi nő, igen. Anna, igen, parancsolj, elnézést. Azért én bírom, hogy azért valakinek, hogyha van egy szép kis kidolgozott teste, meg feszes popsia. Neved magadra, Tibi. Abszolút neved magadra. Tehát, hogy én azért azt bírom. Feszes popsia? Figyelj! Feszes popsia. Fölállok. Hát, Tibi! Na, neked bizonyíték kell, markolj bele. Markolj bele. Markold meg. Figyelj! Markold meg. Fogd már meg a... Nem fogtam! Olyan? Nem jó? Figyelj, a Jani, hána, tudod én mi ez vagyok ez a vádlim, fogd meg a vádlimat. Vedd már le innen a lábad. Csak rossz, mondom egyébként, hogy Jani... egyre furábbá kezd válni ez a kaszatibi féle rovat. A múlt héten, nem tudom, emlékeztek el, felajánlotta nekem, hogy menjünk ki a WC-be és mérjük össze a férfiasságokat. Most a seggét fogdosgatja az Annával. Még jó, hogy a jövő héten nem vagy. Figyeltek. Jövő héten retro napon, akkor csak ezzel élünk. Figyeltek, a vádlim olyan betonkemény, hogy azzal elmolyolnál egész este. Hát mondjuk megértem, mekkora testet azért cipelni kell, Tibit. Nem is erős lenne. Azért, érted, a marginodat is tartani kell valahogy, azért, mert értem, hogy a pillérek erősek. Hát ne viccelj, mi legyen erős, akarod? Hát. Figyeljetek, a büdös életbe, és ezt én magam választom. Mi a különböző? Csodálkozó, hogy jó vádlid van. Nem, ez a, nem ez a baj, gyerekek. Tibi, hogy ne arra, hogy de ha melleidre nézek, arra gondolok, hogy ha laktózmentes lenne, megfejnél. Figyelj, ki, még kettő tartoskot megszoktatnak, de komolyan mondom. Figyelj, a Vikinek az első pár napban nem lesz telje, gyere már át. Hát, ha merre tudod venni a kis bébinket. A hallgatóknak üzenem, hogy nem az a baj, ami történik, hanem az, hogy én ezért órát állítok. Igen, ezért korát. Hogy én ezért, igen. Mert ha ez délben van, leszarom. De az, hogy tényleg be tudtam jönni, és én hatkor kelek. Ezt hívják, hogy végig szenvedem a dugót oda-vissza. Te hoztad ezt a témát, Tibi. Csak hogy válaszol, kigyúrt pasik. Oké, nem annyira. Ugye? Hát nem annyira. Tehát nem legyen annyira. Egy valamennyi izomzat, igen, de ne igen. legyen kigyúrt. Oké, mi a következő? Állítok, itt van, hogy ami még nagyon kellemetlen, hogyha egy pacák foglalkozik a szemöldökével, tehát az a Ronaldo szemöldök, ami kicsit ki van szedve, és így kicsit be van így izélve. Itt trimmelve. Állítólag azt, hogy csinálják, az most nagyon, tehát az is divat dolog, és állítólag az ultra cikk, és nagyon röhögnek rajta. Ha egy férfi szedi a szemöldökét. Tehát amikor ilyen konkrétan itt van, tehát amikor egy kicsit fazonra van szedve, mint a Ronaldo. Igen, mint egy ilyen matador úgy néz ki, igen. Egy az egybe. Én adom, hogy ez szerintem pasiként ez lehet szörtelenteni, de a szemöldök az... Hú, nem tudom. Én most ez egy gyenge pont ebben a pillanatban. Igen, hogy valakinek tényleg annyira ronda és elálló és kócos, én szerintem nyúljon hozzá egy kicsit, de tényleg. Tehát az annyira ronda. Most nem akarok neveket mondani. Most nem, hogy nem. Hát ez mondjál, nem végre egyszer, nem ilyen. Hát mondj egyet. Takarodj rólam, Anna, most nehogy rajtam találj valamit már megint. De tényleg annak idején, mit tudom én, már nem ért. Hát akkor sokkal. Mondhatom, élőt nem akarok megbánni. Pite, a Major Tamásnak, amilyen szemöldöke volt annak idején, az gáz. Tehát az nem 2014 kompatibilis. Tehát igen, egy picit nem olyan szintre, hogy egy csíkot csináljon belőle, meg ilyen gigerli, de azért legyen. Jó. De mondjuk, hogy itt ez szőr vagy nem szőr? Tehát, hogy, szerintem ez attól függ nyilván. Tehát egy pari azért igényesen szedi, az nem baj. A szemöldök az... De általában, tehát te is szőrös vagy, Balázs. Te szőrös mellkas vagy. Igen, én mellkas vagy, nem borotválom. Jó, de azok a Phoenix hambai. Igen. Az speciális. Hogy amikor... De hónajban például abszolút. Tehát, hogy az nekem alap. De te halálmenő csávoknak is van hónajkutyája. Tehát ez azt nem kedvelem, de nem az, hogy ez jól néz ki, vagy de én egyszer jobban érzem magam, úgyhogy nincs. Hát vannak ilyen nagyon macsó modell is van, aki, de nem mindenki van itt teljesen csempére szedve. Tehát ez egy nincs recept szerint. Ki hogy kedveli, kinek milyen jó, kitől mit vár el a párja, hát, vagy igen, kinek ki mit szeret. Az nem túl guszta, hogyha mondjuk egy golyos dezodoron ott forog egy ilyen kis kóc, tudod. Tehát, hogy mert valaki ugye azt szereti a golyósat, és nem pedig a fújósat, és akkor nem borotválja a hónalját, és basszus, érted? Tehát, hogy az... Behúzza a golyós. Jó, mi a kövi? Okay. Akkor test, akkor izom nem. Hát nem. Szőr, igen. Hát nekem fontos azért, hogy ne legyen ilyen nagyon kócos. Mi a kövi? Illatfelhő, tehát a brutál dezodor. Tehát kihasznál még közületek egyáltalán azt a fújósat, hogy beáll a tükörrel, és azt mondja, szoktam. Jani, ráadásul olyan büdös, hogy... Így van. Nem, ő nem azt használja. Mert én bedőlök a reklámoknak, hát hogy lettem ezt a reklám, mindig bemegyek a szélszre. És várod, hogy potyogjanak az angyalok? Tegnap is kimentél, találtam valami dezodort az asztalod, egy török közöl, és itt dezodorral elmentél a budiba. Persze, Jani, férfiasan tökéletes. Abszolút. Meg mosakszik. Én használom. Szörnyű, a legtöbb annyira büdös, én nem tudom azt, hogy tudod magadra fújni. Szörnyű. Nem azért használom egyébként, mert hogy hívják, mert annyira
Hát mert van, valaki itt hagyta. Persze, utána nem eszem el. Nem eszem, hogy ezért befújod magad, de valaki itt hagyta. Én nem dobom ki ezért. És hát inkább magadra fújsz egy büdös dezodor. Olyan büdös vagy benne, mint az állat. Hát az ízlacsek szagomnál kellene. Az is igaz. Hát akkor használj egy sima stiftet, amit reggel bekened magad, de tele van alumínium származékkal. Egyébként annyira nem szerencsés ezeket a stifteket használni. Főleg nőknek, annál egyébként bizony, neked, meg tele van alumíniummal. És főleg nem oda, hova használod. Miért előzött meg, hogy ne legyél büdös, reggel egy kis stift, és utána nem kell dezodor. De azt is használom. Stiftet? A stiftet is használom. Hát zadod. De akkor mit? Akkor változtass a táplálkozás. Nagyon durván. Térjük vissza magára a parfüm felhőre, nem adjuk. Szerintem az nem jó. Tehát ha finoman odahajolsz egy nőhöz, férfi, ez az jó, de ha húzza maga után a kilométeres csíkot, az visszataszító. Hát Balázs, te is. Nem, ha nem húzok magam után kilométeres csíkot, soha. Soha. Nem-e? Nem jöttél még úgy be reggel, hogy... Nem jöttél be úgy reggel, hogy tudtad, hogy én már is soha, én azt utálom. Tehát amikor befújod magad egy 6 kilométerre alá, érez, hogy te már itt vagy, azt hiszem szörny. Feri se? Van, hogy úgy jön be például, nem fújja be magát, és 10-kor, amikor elmegy, itt van el, és akkor egyet fúj. Maximum. De azt se érződik. Igen, a garami például olyan. Tehát a garami a 3 sarokkal lejjebb van, de már tudod, hogy jön. Ez így van. Ha hátszere van, már érzed, hogy jön a garami, nem? Igen, hát a Szani is. Beissza magát a stúdióba az illata. A Szani elmegy 2 hét Szabira, de még az illata itt marad, 2 hét után is. Annyit tesz magára, én hát ki vagyok. Vagy? Nem, 2 hét a Szabira. Akkor nincs matok pávlapos. Nincs rossz illatuk, csak nagyon erős. Illat, adjuk, nem na, adjuk. Várjál, tudod mi a rossz, hogy nem. Rám ragad? Tehát, hogyha mondjuk megpuszilod az ilyen palit, és mondjuk az arcvíz, nekem azzal van bajom, és egész nap van, nem ember szagot érte, ki járt itt együtt. Nem, figyelj, az gáz, mert egész nap az arcvíz az arcomon van. Tehát nem tudják, hogy hol artál. A harcvíz. Mennyire mammer vagy a harcvíz. Hát mindegy, az akkor... a pitralon, amit beállt. Krasznaja Moszkva. Aftershav. Van még a listán? Van még egy a végére. Jó, de ezt akartuk? Ne, azt szerintem a kevesebb több szerintem. Kevesebb több. És a vége, már most nincsen belőle a hajam, mi órákat szöszpítőnünk az, hogy belőjük. Én zselés vagyok. Ti nem voltatok? Volt zselés időszakotok, amikor zseléztétek? Jani, hát... De jó kérdés. Jani, hát... Jó kérdés, hozza a vaxot magával, volt egy ilyen időszak. Egy hát időben engem van. Ne lusta voltam otthon, megcsinálom, behoztam, és ha mentem valahol, akkor megcsináltam. Mit is tettem egy kis vaxot. Egy időben terrorizált, hogy használjam az övét, mert higgyem el, hogy jó lesz az. A Balázsnak olyan vaxa volt. Mert én is rájártam. Olyan vaxa volt, amit egy atomturbina is megállt volna. Ez egy spéci vaxok, gyerekek. Egyszer nyitok egy üzletet, és csak hajápolási terméket fog árulni, megőrülsz, annyira jókat tudok egyébként. Volt zselé időszakod, amikor zselészted? Kimiben volt. Az a beton, az a klasszik beton. Tehát 10 percet álltál az esőbe, és semmi baj nem volt a hajadnak, mert így tartott, csak jobban csillogott. Persze, aztán általán a vaxra, igen. Vagy állítólag ezt a nők orbitális módon herótozzák, tehát ezt a betonsírot. És az, hogy én is ugye, amikor most éppen nincsen belőve, de amikor belővöm ezzel a zselévakszal, az figyelj, az úgy áll, hogy amikor elmész fodrászhoz, 4 mosással szedik ki belőle, és már gőzborotvában. Gőzborotvában lőjük a fejed. Van ilyen egyébként, tehát ott van például ugye a Filip. Hát igen. Így van. Úgy hallottam egyszer, hogy egy igen, hogy egy felcsúti hajtóvadászaton gellert kapott rajta egy golyó. Állítólag ő ezt aját 93-ban csinálta meg egy extra erőssel, és azóta nem ment hozzá. És azóta tart. Így van. És azóta tart, és azt mondja, fordáztak el a kezekkel. Így van. Napkitörés. Délután 2, és még mindig tart. És ugye nagyon nagy, azon kapod magad, hogy felszúródnak rajta a legyektől, és ilyen tetemek vannak rajta. Igen, szerintem azt, hogy ezért jó a vax, mert azt már úgy alakított, de lenyúlsz, nem annyira őskövület. Nem jó, tehát akkor betonséró? Nem jó. Nem jó a betonséró. Nem jó. De egyébként frizura függő, azért ez is olyan, mint a szemöldök. Tehát, hogy olyan frizura van, amihez úgy kell álljon, akkor úgy kell álljon. Nincs mese. Igen? Hát... Engem így kívánsz jobban, vagy belőve? Hát figyelj, most a fenekedet, hogy megfogtam, sehogy. És ezért én órára kelek, emberek, ez a nagy dolog. Ajánd fel a portfóliót most. Na, gyere, még többet. Még többet. Ráadásul elszaladt az idő is, Tibi, ha érted, mire gondolod. Az idő, jól mulatsz. Jó pihenés, Tibi. Így van, azt akartam, hogy egy pillanatra most szálljon meg benneteket a Szentlélek, mert mi már nem találkozunk. Pesgőt az asztal alól. Igen. Engedjetek engem utamra, de most valami tényleg valami szépet. Hozok nektek valami drágát. Jó? Elutazok Húsvárra, napfényes Tájföld, mindenki útra valahol. Nem hozol. Hát hozol. Hát nem hozol, soha nem hozol. Drágát hozok. De nem hozol, soha nem hoztál. Na, egy útra való mondat. Mindenkitől. Én mit kérek tőled? Nem azt a szemétláda, hanem egy jó, kívánj már jó utat, erőtes már. Ja, meg rohadjál meg, kasza. Tudod, az lesz. Na, Balázs. Negatív legyen az észtesztet, ha visszajössz. egy negatív észtesztet kívánsz nekem? Érezd jól magad, de legyen szép idő, és érezd jól magad. Jól van.
Jani, megölesz? Menj le hídba úgy naposz, hogy ne legyenek csíkok a hurkáid miatt. Tibi, köszönjük szépen! Vigyázz magadra, jó utat kívánunk neked! Találkozunk majd valamikor január közepén. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim! Ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Klassz FM-en.